Imár másodszor rendezték meg Balatonfüreden a Fülöp Márton kapustábort. Részint azért, hogy emlékezzenek a hajdani 24-szeres válogatott hálóőrre, aki 32 éves korában hunyt el. Részint, hogy az ország legjobb fiatal kapusai egy hétig együtt készülhessenek. A tavalyi évben nagyon jól sikerült, a gyerekek nagyon kellemes élményekkel távoztak, és azt mondhatom, hogy a első kapustábor elérte a célját, összekovácsoltunk 24 fiatal kapus tehetséget, nagyon jól érezték magukat, mind az edzéseken, mind pedig a szabadidős programokon. Úgyhogy remélem még 20-30-40 év múlva is emlékeznek erre az együtt töltött hétre. Tehát lesz egy ismerkedés után mindenben. Természetesen nagyszerű kapusokat hívtak oktatni a szervezők, az ő munkájukat Gulyás Sándor fogta össze. A legnevesebb oktató Petri Zsolt a Hertha kapus edzője volt. Ő már válogatott hálóőrként találkozott először az akkor még gyermek Fülöp Mártonnal. Még a Kakas Laci kollégámnál, kapusedző kollégámnál edzettem én valamilyen nyári szünetbe, és ő még akkor 15 vagy 16 éves lehetett, és úgy irányította a Laci, hogy én a Marcival tudjak együtt edzeni. Ez volt az első találkozásunk, és utána meg a válogatottban, amikor ugye kapusedző lettem, és ő is ugye oszlopos tagja volt a válogatottnak, ott ment tovább ez a személyes kapcsolat. A szervezők egyébként nem csak a szárazon, hanem a vízben is alaposan megdolgoztatták az ifjú kapusokat, akik közül mindenki arról számolt be, hogy tanult valamit. Igen, nagyon sokat tanultam itt az edzőktől, hiszen a Magyarország egyik legjobb edzői foglalkoztak velünk. Például az egy-egyen védekezésben, amit előbb is mondtam, hogy gyengeségem, ott is sokat fejlődtem szerintem ebben a hét alatt. Mivel a visszajelzések egyértelműen pozitívak, szinte biztos, hogy jövőre is lesz majd Fülöp Márton kapustábor.